Én a Desperadóból 21 év után kiléptem. 21 évig voltam? Igen. Ez nagyon hosszú idő. Ez nagyon-nagyon hosszú idő. És amikor megkérdezték tőlem, hogy mi volt az oka, akkor én nagyon sokszor csak így mondtam, hogy 21 év. De figyelj, most én hétköznapon a rádióban dolgozom, és én hétvégén meg a színpadokon dolgozom. Mm-hmm. Tehát, hogyha így nézzük, akkor én is ugyanezt dolgozol, a... Én nagyon sokat dolgozom, én is vasárnap általában megpróbálom, úgyhogy legalább az egy nap legyen pihenő. Én megiszom a kávémat, és akkor utána, bár mindig ezzel röhögnek, hogy én fekrek, és na, akkor mehet, induljunk neki. M.O.K.A. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Majd nagy szeretettel köszöntjük a kedves Móka nézőit. Hello, sziasztok mindenkinek! Hála Istennek egy totál képpel kezdünk. Köszönjük a technikus kollégáknak, aki a mai napon is elvállalta ezt a fontos feladatot. Ott ül, köszönjél, légy szíves. Szád, igen, hello, szia! Sziasztok! Olyan visszafogott vagy! És közben izgul, mert mindig azt mondja, én nem akarok szerepelni, és a múltkor a Péternek a feleségét, meg az én drágámat becsaltuk egy adásba, és mondtuk, hogy csak annyira üljenek be, hogy ki kell, hogy próbáljuk, mert vettünk új mikrofonokat, aha, meg a technikát, meg mit tudom én, és akkor beültek az Edittel, elkezdtek mesélni, meg minden, és amikor rájöttek, hogy gyakorlatilag szivatjuk őket, mert ezt vesszük fel az egészet, na akkor mondták azt, nem tudom, 40 perc után, hogy a körülbelül, na, hello, sziasztok, csá, és így tyúk, kimentek, ledobták a két fülhallgatót, de mondtuk, hogy de nekünk muszáj, a kamera nem érdekeltek, és így... És így nem lett meg a műsor. És meg lett. A legnagyobb nézettséget produkáltak. Jó, nagyon helyes, ennek így kell lennie. A mai vendégünk, gondolom, fölismerték Gábor Bernadett, és az a csajszi, aki most kijött Amerikába, de hozzánk, egyébként a Desperado zenekarból. Így van, volt. Igen, volt. Mert hogy időközben én kiléptem. Azt tudom. Úgyhogy igen, én egyébként Bettinek szokott mindenki szólítani, nyugodtan tegezzél. A Bernadett egy ilyen nagyon kemény név, egy ilyen nagyon, szerintem nagyon komoly. Uh-huh. Majd jó lesz egy 20 év múlva, mert akkor már úgy fogom érezni, hogy valóban remélhetően megkomolyodtam. Bár most még mindig úgy érzem, hogy én komolytalan vagyok, bár már lassan, amikor így hallom, amikor mondod, hogy én is benne vagyok a korban, és nem, te se úgy nézel ki, mint aki benne lenne a korban. Igen, amikor mondod magadra, Jó, ezzel nem kell foglalkozni. Vagy legalábbis én nem foglalkozom vele, aztán lehet, hogy ez probléma, de engem nem érdekel. Neked van egy jó kis zenei múltad, van egy jó kis zenei jelened, és jövőd is van, és mellette, ami nekem nagyon tetszik, hogy elkezdtél rádiózni. Ó, igen, és ez egy nagy szerelem az életemben. 2 uh-huh. és fél évvel ezelőtt kezdtem el, igen, uh-huh. Debrecenben az FM 90 Campus Rádióban, és ma már volt egy élő bejelentkezésem egyébként, honnan is hívott a kollégám, vele, hol voltunk, a Broadway-on sétáltunk, amikor így hívott, hogy és akkor most legyen egy kis bejelentkezés, és uh-huh. tök jó volt, imádom a csapatot, nagyon-nagyon jól, szerintem megtaláltam őket, meg ők is engem. Hány rádió van Debrecenben? Ó, fogalmam sincs, az, hogy most jelenleg hány rádió van, hát vannak kereskedelmi rádiók, meg ez egy közszolgálati rádió, egyébként ez a Debreceni Egyetem tulajdonában lévő rádió, amiben uh-huh. én dolgozom, és itt az a lényeg, hogy minél többet dumálj, tehát hogy ez nem feltétlenül a zene a hangsúly, hanem hogy minél több tartalom legyen, minél többet beszélgessünk, és a mi műsorsávunk, amit a kollégámmal csinálunk, az egy délutáni műsor, délután 3 és 6 között, az a címe, hogy Hello Debrecen, uh-huh. és itt aztán minden belefér, tényleg a komolyabb témáktól elkezdve a lazább témákig, bármiről beszélhetünk. Neked, amikor a múltadban ugye a zenekarra pörögtetek körbe egész Magyarországon, akkor rengeteg rádióban részt vettél, hiszen uh-huh. ugye turnékat kellett reklámozni, meg új lemezeket, új számokat. Igen, minden. Médiaturné volt. Médiaturné, közé. Segítek. És ugye akkor ott voltál, mint beszélgető partner, most meg te vagy a műsorvezető, átültél uh-huh. a másik oldalra. Nekem ez nem volt probléma, mint ahogy kiderül számomra, hogy te is alapvetően előadó művész is vagy, és ezek szerint mégiscsak most is vezeted a műsort, és ki tudja, még hány dologban vagy benne. Itt szerintem egy dolog, ami nagyon fontos, hogy élvezd azt, amit csinálsz. Yeah. Nem? Vagy legalábbis yeah. én így csinálom. Figyelj, jöttünk az Uberre, és azt mondta a csávó, nagyon jó fej, nagyon aranyos volt, aki azt mondta, hogy egy dolog a lényeg, hogy légy boldog, uh-huh. és érezd jól magad.
nem igaza van? Bár, az biztos. Tehát én most már tényleg így gondolkodom, hogy azt mondta egyébként, hogy soha nem tudhatod, hogy mikor lesz vége, úgyhogy amit élsz, azt próbáld meg a lehető legjobban. Én mindig azt mondom a drágámnak, hogy tehát amikor vasárnapi húslevest lefejelem, és én kiszállok ebből az egészből, akkor én úgy akarok elmenni, hogy na éltem. És nekem úgy tűnik, hogy eddig azt csinálom, őnek ez a problémája, hogy én mindig úgy akarok élni, hogy élni akarok, tehát nem foglalkozok vele. Nálam például a kézetek soha nincs cash. Tehát, nincs cash. Nincs nálam pénz. Nincs. Imádom. Annyira szeretem. Én így érzem magam biztonságban. Tehát, hogy megőrülök, hogyha mondjuk a Moszinál, vagy a férjemnél nincs pénz. Hát úristen, hát nem lehet úgy elindulni. Hát van nálam kártya, az nem olyan. Tehát én ennyire vagyok őskövület, hogy olyan jó, én imádom a pénzt. Egyébként szerintem mindenki szereti, de magát a papírt, tehát amikor kezembe veszem. Akkor én olyan vagyok, mint a férjed, hogy én meg annyira el tudom viselni, hogy nincs nálam, hogy hihetetlen. Nem is érdekel. A múltkor azt nem mondta... Nem tudom, Judit, te hogy vagy ez? Én nem bírnám el is. Na látod, a nők ilyenek. Akkor, vagy hagyd mi ezek szerint. És a múltkor azt mondja nekem, Atika, mennyi pénz van nálad? Nálam. És képzeljétek, volt 21 dollár, vagy nem tudom, wow. És nem tudom, hogy került oda hozzád. Úristen, mi ez pénz? És így nézett rám, hogy ez honnan van? Honnan kaptam jachtot? Fúj, pénz, tessék, itt van. Én egyből azt mondtam, hogy add ide nyugodtan, én majd vigyázok rá. Tehát biztos, nálam jó helyen van. Ő is elrakja. Tehát szerintem ezt így kell csinálni. Egyébként visszatérve arra, hogy igen, a zene és a rádiós műsorvezetés, azt szerintem akár kéz a kézben is járhat. Tehát eleve az előadó művészet is az olyan, hogy beszélek a közönséggel, nem csak énekelek nekik, kontaktolok velük. Alapvetően meg egy borzalmasan kíváncsi ember vagyok. Tehát, hogyha aki engem ismer, azt tudja, hogy szinte néha zavaróan érdekel az, hogy mi van a másikkal. Lehet, sok mindenki ezért gondolhatná azt rólam, hogy sok vagyok néha, de vissza tudok fogni, hogyha nagyon-nagyon-nagyon muszáj. De én mindenkire kíváncsi vagyok, és hogyha valaki engem érdekel, az viszont tényleg érdekel. Tehát, hogyha mondjuk valaki mesél nekem valamiről, akkor én akkor rákoncentrálok, és ezért tudok kérdezni, mert hogy figyelek. Uh-huh. És szerintem az egyik legfontosabb dolog mondjuk egy műsorvezetőnél. És nekem nem volt annyira nehéz erre ráállni. Tehát az, hogy mondjuk én készítek bárkivel interjút, de tényleg legyen az akár a külföldön élő, nem tudom, most hirtelen akartam mondani nevét, de úgy látszik, most ebben név problémákban vagyunk, hogy nem jut az eszünkbe, de mondjuk akár a Kovács Ákos bejön. Vagy a Lukács Laci a tankcsapdából, de hát ő eleve hazai terep, tehát ez annyira nem nehéz, nekem legalábbis meg már nagyon régóta ismerem, de akár egy Nagy Ferót felhívni telefonon, vagy mondjuk egy Csepregi Évát, akivel meg mondjuk én nagyon jóban vagyok, nekem ez tök jó, ez nekem könnyen működik, mert ezeket az embereket ismerem, és úgy beszélgetünk, mint a barátok, és nem vagyok betolva attól, hogy most fel kell hívnom, ha úristen, most akkor mit fogok kérdezni? Eleve nem vagyok az, aki mondjuk lejegyzeteli a kérdéseket, maximum egy nagyon enyhe vázlatot készítek, hogy mi legyen az a vonal, amin keresztül menjünk, vagy mi az, amiről beszélgetni kell, de közben én nagyon el tudok kalandozni. Tehát, hogy elindulunk egy vonalon, és aztán lehet, hogy közben egy teljesen másik helyen fogunk kiukadni, de szerintem ez a szépsége. Tehát én is egyébként Magyarországon még ugye rengeteg ilyen konferáltam, felléptem zenével, diszkóval, minden hasonló dologgal, sőt a Danubius Roadshow-on lehúztunk 6 évet. Az szép. De képzeld, a legnagyobb probléma, a legnagyobb izgalmam akkor volt, amikor a gyerekemnek az óvodás bulijába egy színdarabot előadtunk. Nem volt bonyolult a történet, mert erdőben, mit tudom, az őzike, meg a medve, meg nem tudom mi, 4 soron volt, nem bírtam meg. és úgy izgultam, hogy alig bírtam megszólalni, komolyan. Érdekes, én ilyet nem vállaltam be soha. ezzel kivétem ezt a dolgot, hogy az, hogy a lányomnak a dolgai, az mindig más kategóriába esnek. Tehát, hogy valahogy nekem egy annyira más polcra lett kerülve, de úgy, hogy nem is akartam, hogy ő előtt én anyuka vagyok. Én előtte nem az előadó művész vagyok, nem a rádiós műsorvezető, bár érdekes, hogy amikor a Pocakomban volt, akkor én nagyon sokat énekeltem, én nagyon sokáig jártam felépni, 8 hónapos kismamaként is még pörögtem a színpadon, aztán a 9. hónapban mondtam, hogy ne haragudjatok ezt, mert nem vállalom, nem akarok közben megszülni, de hogy nekem ott el is döntöttem, hogy ezt így nem kell annyira nagyon erőltetni ezt a dolgot. Tudom, hogy valaki így csinálja, de én nem, én másként.
másként csinálod. Most belegondoltam, hogy az milyen lett volna, hogy színpadon vagy, ugye még terhes, és akkor mondod a valakinek, hogy szólózzál már egyet, mindjárt jövök, Istenek, kimész, megszülöd. Hát ez ide nem akartam eljutni, és elég nehéz lett volna neki szólózni, akinek mondtam volna. De na most figyelj, az ő helyzete milyen furcsa lehet a lányatoknak, hogy ugye apa hangtechnika zongora, te ének, hát, meg szegény más, gyerek. Milyen, tehát gyakorlatilag beleszületett ebbe az egész sztoriba. Igen, beleszületett, és neki alapvetően ez természetes, de azért szerintem ezt már ebben a műsorban is meséltem nektek, még amikor a Péterrel voltatok, hogy azért ez mondjuk egy pedagógus szemében nem biztos, hogy az a munka, az valóban munka, amit mi a férjemmel csinálunk. Ez csak azt tudja, aki ebben benne van, vagy egyáltalán bármikor is látott ilyet test közelből. És én azt nagyon sajnáltam, hogy amikor azt mondta a kislányom, hogy én énekesnő vagyok, és nekem ez a munkám, akkor volt olyan pedagógus, aki még kicsi volt, és azt kérdezte, oké, szeret énekelni anyukád, ez a hobbija, és mi a munkája? Uh-huh. Hát de anyukámnak ez a munkája. Tényleg? Uh-huh. Hát de mi a normális foglalkozás? Ja, hát akkor a szüleim nem normálisak. Uh-huh. Tehát, ez érdekes felfedezés volt ez, és szerintem Kittinek is jól jött, hogy én mondjuk rádiós műsorvezetőként dolgozom 2,5 éve. Akkor tudja azt mondani, hogy ja, anyukámnak van egy normális munkája. Hülyén hangzik. Énekel, de mellett a rádió műsorvezető. Hülyén hangzik, de igen. Én elmentem hát az ex-feleségem egyikének a rokonságához, és kérdezték, hogy mit csinálok. És kicsit fáradt voltam, mert diszkóból mentünk, és mondom, hát tévé, rádió, meg ami jön. És hogy szereled a tévéket, meg a rádiót? Mondom, nem, én vagyok benne. Ne csináld. Mondom, komolyan, ott ülök egy mikrofonnál, dumálok hülyeséget. Az nem munka. És az emberek hallgatják, és ebből meg lehet élni. Mondom, hát akár jól. Itt vagyunk. És így van, és amikor a legjobb, amikor azt mondják, hogy ez nem munka. Tehát amikor azt mondják egy rádiós műsorvezetésre, hogy az nem munka, az, hogy fel tudok robbanni az ideg, tehát könyörgöm, utána kell olvasni, utána kell nézni. Egy csomó mindenre fel kell készülni, mert ha nagyon-nagyon felkészületlen vagy, az világégés is tud lenni, sőt, szerintem tiszteletlenség az interjú alanyoddal szemben. Yeah. Ez az én véleményem, aztán mindenki úgy csinálja, hogy akarja. De én így szeretek felkészülni mindenre, uh-huh. mert hogy azt sem tudom, hogy ez most Kis Pista Jóska is egyébként mivel foglalkozik, oké, hogy én vagyok a műsor. Ez a ciki, na, de ez nem szabad így. Férjednek megígértem, hogy elviszem a stúdióba, hogyha következőbe jöttök. Neked azt nem tudom megígérni, hogy elviszlek a Howard Sternhez, pedig tudom, hogy hol lakik. Nem baj, de a stúdióban tudok énekelni. A stúdióban tudsz énekelni. Engem nagyon érdekelnek ezek a technikai dolgok is, bár én abszolút nem értek hozzá. Mondjuk a mikrofonomat be tudom állítani, meg a fülesemet, mert én is ugye egy rádióban dolgozom, uh-huh. azért tudom, hogy kell. Tudok rádiós pultot kezelni, tehát bármilyen furcsán hangzik, uh-huh. de meg tudom csinálni. Pont mielőtt jöttünk ki Amerikába, a kollégám elment a feleségével elhúzott egy pár napra, és én voltam, aki kezelte a pultot, uh-huh. telefonos hibridet, uh-huh. meg minden szírszart, bocsánat, ha ilyet mondok, de tényleg, és most már így megy, tehát uh-huh. hogy azért 2,5 év alatt eljutottam erre a szintre, és azért nagyon büszke vagyok magamra, de azért nekem az éneklés az első, tehát uh-huh. hogy bármennyire is imádom ezt, ez nekem még lehet, hogy azért is ennyire rajongók értem, mert még most sem friss. Úgy, meg nem úgy fogom fel, mint uh-huh. munka, pedig tényleg a pandémia ideje alatt nekem ez volt a fő foglalkozásom, hát azért egy 9 hónapig nem jártunk fellépni, addig nekem csak a rádió volt, uh-huh. de én énekesnőnek születtem, az megint más kérdés, hogy imádom a rádiós műsorvezetést. Uh-huh. Ez nekem a mai napig egy hobbi, munka, kikapcsolódás. Te megpróbálnád, hogyha lenne lehetőséged itt Amerikába, hogy ide kijönni esetleg? Érdekes, nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy igen. Csak amikor az ember kiesik abból a komfortzónájából, amiben benne van, akkor én azt nem tudom, hogy hogy élném meg. Uh-huh. És őszinte leszek, imádom Amerikát. De tök jó érzés úgy kijönni ide, hogy nincs felelősség a nyakamban, hogy nem az nyom azt, hogy úristen, most mit kell csinálnom, most el kell mennem mondjuk egy, mit tudom, pakolni árut egy bevásárlóközpontban, mert hogy az angolom ez nem tökéletes, sőt, annyira tudok angolul, hogy nem adnak el, meg az uh-huh. Uberrel, pacsival beszélgetünk és röhétselünk nagyokat. De beszélt, annyira beszélt angolul, de beszélt, egész időt dumált, és mindent értettem. Meglepő. Hát akkor valamennyire én is beszélek. De nem, én nem beszélek jól angolul, tehát hogy eleve már ott lenne egy óriási szakadék, hogy mondjuk az milyen, hogy úgy menni dolgozni, hogy csak makogsz, érted, meg éppen azt tudod, hogy mit adsz el, vagy mit veszel meg, vagy nem tudom, ez nem. Viszont érdekes, mert azért, hogyha lenne annyi pénzem,
amennyiség ja, sajnos pénzzel, nincs, igen. Akkor biztos, hogy tudnék egy olyan helyen élni, ahol jó idő van, mondjuk inkább Amerikában képzelném el, mondjuk egy Florida környékén, ahol lenne egy kis nyaralóm, és akkor ott elheftáznék. Nagyon el tudnám képzelni. De az, hogy kétkezi munkásnak elmenni, míg mondjuk a férjem hogy el tudná képzelni azt, hogy igen, én az a baj, hogy már szerintem erről lecsúsztam. Már lecsúsztam arról, hogy új életet kezdjek, pedig hát én nem tudom. Nem tudom, ez nem, egy nehéz kérdés. Nem mondd ezt, mert én is azt hittem, hogy nem tudok lecsúszni, de lecsúsztam, és el tudtam kezdeni. A másik de nem a lecsúszást, hanem úgy, hogy, az, úgy, hogy teljesen, hogy ez az idő. Ez mi, de mi az az idő? Ami 40, most akkor elárulom, 42 éves leszek. Nem mondod. De... 42 Eskü. Éves leszek. Nagyon jó tartod magad. Köszi. De én nem titkolom, hogy hány éves vagyok. Én 35 évesen azt gondoltam, hogy bármikor el tudnék költözni Amerikába, uh-huh. De most már azt gondolom, hogy lehet, hogy ez majd a lányomnak lesz az élete. Mert hát ő meg imádja, hát ő odáig van ezért, hát úristen, hogy csak, hát ő biztos, hogy ide akar költözni, főleg meg mióta kijöttünk, tehát egy nap alatt eldöntötte, hogy ez aztán neki való. De hát ezt majd nekem meglátjuk. Nekem a középső fiam azt mondta, amikor kint volt, hogy apa, hazaérkeztem. Hát ezt ő is égyez, igen. Szólj már a lányodnak, jöjjön már be egy pillanat. Hát Kitty, nem tudom, hogy be fog jönni. Kitty, bejössz? Mindjárt meglátjuk. Csak próbálj meg. Kíváncsi azt. Azt akartam mondani neked egyébként, hogy a Floridával kapcsolatban nagyon sok barátunk lent él, uh-huh. Ismerősünk, mi is éltünk lent 2 évet, uh-huh. De az a meleg, az a lassúság, ami ott van. Hát mindenki papucsba, flip-flop, feldobja a kis sort, imádnám, tehát én utálok felőtt, majd, hogy ruhát felvenni, mert hogy ha meleg van, akkor egy miniszoknya, egy atléta és egy papucs, és én azt szerintem életem végig, de majd 60 évesen én, majd elviselem. Én, amit most mondok, ez csak kettőnkre vonatkozik, a páromra meg rám, de olyan szintre fejlesztettük ezt a dolgot, hogy pizsamába mentünk át a nagy bevásárló központba, mert mindenki úgy járt. Tényleg. Esküszöm. És nem tetszett? Így most úgy utólag? Nem, úgy néztünk. Ez így fura volt, és amikor már én mentem így ki, hogy úgy ültem be a kocsiba, hogy... És néztünk magunkra, hogy te Jézusom. Jézusom, ez komoly. Tehát, hogy idáig jut az ember. Na jó, ezért jó öltözködni is néha, de igen. Mondom, hozzáteszem, hogy ez a mi esetünk, tehát senki más nem, csak ez aha. A mi esetünk, mert nagyon sok ismerősünk, barátunk ott van, soha föl nem költözne, 3-4 napra, egy hétre följönnek, nagyon jó ez a pörgés, minden, köszönjük igen. Szépen, ennyi volt. Nekünk meg az a meleg, ami ott van, majd tapasztaljátok. Ugye mi ott éltünk, tehát nyáron is ott voltunk, a páratartalom. Azt mondjuk lehet, hogy nyáron ott hagynám. Itt van a fiatalasszony, egy pillanat. Gyere be ide egy picit, gyere. A zöld széket, hogyha ide húznád, az... Úgy, ügyes vagy, gyere. Ügyi, még menjetek arrébb, mert úgy kicsit benne lesz a kamerában. Gyere. Így, szia. Sziasztok. Hello. Hello Kitty. Igen, ez nagyon rossz vicc, ezt nem poénkodjuk. Hány éves vagy? 12. Hello Kitty. Pár embernek biztos később. Hány, 12 vagy? Igen. 13 lesz április 9-én. Április 9-én, 13 leszel, és ilyenkor nem iskolába kellene lenned esetleg? Hát, de, igen. Akkor hogy itt vagy? Hát, kaptál engedélyt? Hát nélkül nyugodtan. Igen. Igen, anyáik kikértek a suliból, és... Eljöttem. Amit te nagyon bántál, mert nem is akartál jönni Amerikába. Igen, nagyon bántam. Mit láttál eddig egyébként? Tegnap érkeztetek, ugye? Igen, tegnap jöttünk. Uh-huh. És még csak egy fél nap volt, 3-4 nap, hogy csavarodtatok erre-arra? Hát, igen. Pontosan. Hol jártunk, mondd? Voltunk a Times Square-en, a benne vagy a tévében láttad. Zendernél. Igen, most ki lesz készülve, mert nem úgy készült, hogy... Életem, most a patkós lejárat, hogy semmi is nincs lehet, nem készült. Nem, csak egy kis szempillás pirával rá. Hogy viselitek egyébként tényleg ezt a 9 óra volt az út? Repülés? Igen, 9. 9 és fél. Ez ilyen kegyetlen ilyenkor, nem tudod, hogy átállsz, nem állsz át, ugye fáradt vagy nem vagy fáradt. Szerintem majd hazafelé lesz rosszabb. Tehát most azért annyi inger éri uh-huh. őt is. Mondjuk aludtunk reggel 10-ig. Tehát ezért ezt bevallom őszintén, nem keltünk korán, de a Times Square az nagyon menő volt, nem? Ez menő volt, igen. Fiatalokat láttál? Nem. Nem? Na majd holnap jó idő lesz, ne félj pörögnek. Kár, hogy köszönöm, hétvég... nem kell, nem. Nem akarsz fiatalokat nem. látni? Miért? Nem. Nem tudom. Hát megnézni a veled egy időseket, hogy csacsodnak, hogy öltözködnek. Ne készülj extrém dologra, mert itt New Yorkban nálunk azért, tehát nem ez a fancy, nagyon csinos, minos, hanem hogy azt a réteget látod meg, akkor egy Converse az talán egy ilyen 20 éves cipő, ami rajta van a csajszikon is, meg a fickókon, meg egy kicsit ilyen bővebb, földgyűrt nadrágos, bővebb pólós, pulóveres megfejtés. Tehát itt ez a sláger, ez a divat.
Na, ezt tudtad? Lehet, nem. Vannak fancy részek, amikor kifenik-kikenik magukat, ugye mindenki úgy képzelődött a Broadway környéke, meg minden, de az a baj, hogy a Manhattani rész, mert ezt így kell mondani, Manhattan, a Manhattani részen, tehát az a baj, itt nincs városközpont. Tudod, nincs úgy, mint Budapesten is, meg nagyobb városokban Magyarországon, ugye van egy főutca, vagy 2, 3, 4, hanem itt 18 darab van. Tudnod kell mindig, hogy a keleti oldalon, vagy a nyugati oldalon, a keleti oldal az általában menőbb, az egy kicsit olyan ridegebb, és akkor van a Park Avenue-nak nevezett rész, ott a Central Park környékén, na, ott nagyon gazdag emberek élnek. Majd ezt holnap fogjuk megnézni. Kopogtassatok be, és egyébként, amikor a térképen nézitek, hogy mekkora a Central Park, akkor nehogy azt higgyétek, hogy ez most egy ilyen félórás kaland lesz. Az durván, hogyha végig akarod járni, normálisan szerintem az 2-3 nap. Az biztos. Lehet bérelni. Lehet bérelni biciklit, lovaskocsival. Szerintem a bicikli bérlés az nekünk az menni. Lehet bérelni vitorlást, kis elektromos vitorlást, azzal az lehet. Én a kisebbik fiammal horgáztam a tóba, fogtunk is halat, képzeljétek. Lehet csónakázni, hát mondjuk hideg van most, de holnap lehet, hogy jó idő lesz. Holnapra jó időt mondanak, úgyhogy bízunk. Én a lovakat imádom egyébként, ezek a tudod, akik húzzák a kocsit, és ott köröznek bent a belvárosban. Szegény lovak. Na arra vigyázni kell, hogy mennyit fizet az ember. Na ott meg a biciklisre nagyon vigyázzatok, tudod, a kis triciklisre, mert ő azt mondja, hogy persze, ami ki van írva, és a végén meg azt ismerősünktől $220 vett le. És 21 percig sem mentek, ugye? Igen. Ja nem, átmentek. A 3 utcát mentek át, igen. Szóval azért vigyázni kell, mert egyből levágják, hogy turisták vagytok. De szerintem csak ránk kell nézni. Tehát, hogy direkt hátizsákkal jött. Nem, a Kitty az nagyon hasonlít az itteni fiatalokra. Apa néz ki legjobban turistának szerintem. De miért? Mert egy rikító citromsárga, vagy nem tudom, zöld táskával sétál. Hát lehet, hogy pont azért nézik New Yorkinak. Hát nem, pont azért nem. Nem? Nézik, igen. Te ennyire szakos vagy, ennyire nem, vágod? Nem, csak kitűnő, feltűnő, vagy nem tudom. Igen? Igen. Hát az a jó, legalább tömegben meg lehet találni. Nem? Ja. Na mesélj, te mikor leszel zenész, mikor lesz önálló koncert? Nem tudom. De zongorát gyakorlod, tanulod, igen. Az meg lesz. Igen. És de alapvetően nem zongorista, tehát ez ezt nem hozzá kell tenni, lenni. Nem akar az lenni. Hát, hanem... Akkor mi? Hát nem tudom. Nem tudom. Jól énekel, és bármikor tud sírni. Tehát... Igen. Akkor színész. Színész igen. Mondjuk színész. Képzeld el, itt mi New Yorkban, Magyar Színházban szerepelünk a drágám, a Pillbox Playersnek hívek, és már bejártuk egész Amerikát. Gyerekdarabokkal, meg felnőtt darab részletekkel, minden. Igaz, hogy a szöveget én nem tudom megtanulni soha, de... Soha nem tudod megtanulni. De a kezdő és a végszava mindig megvan. Tehát azt tudják, hogy hol kell... Megvannak frászt a színészek. Jó. És hogyha ha ilyen színészi gondolataid vannak, akkor érdemes ide jelentkezni esetleg egyetemre, New Yorkba. Igen. Az angol jól megy, igen. Nem? Tanulod? Igen, az jól megy, szerintem. Jó. Abszolút. Hát itt majd rájössz, hogy nem, de majd mindegy. Ez az majd gyakorlat megmutatja. De itt azért megérteni is teljesen más. Tehát az, ahogy ők tanulják, meg az, ahogy itt van. Ja, teljesen. Hát ez mind két külön világ lenne, és egyébként tök ügyes volt, mert egy csomó mindent megér, de mondja, hogy annyira más a kiejtés, annyira más az egész. Meg hadarnak. Igen. Fúrják, faragják, igen. És lecsapják az egészet. Igen. És gyorsan rövidítenek, minél hamarabban haladjunk. Igen. Mert ugye azt mondják, hogy New York ugye 24 órában dübörög, és ez tényleg így van. Tehát dolgozik az ember, szórakozik, ezt csinál, és már is telt az idő. Napról napra, hétre. De itt mindenki rohan, nem? Itt mindenki. Ezért jó, hogy nekem. Én otthon ugyanezt csinálom, és azt mondják, hogy ez borzasztó, hogy mennyire pörgök, és mondtam, hogy csak egy napot töltenétek el New Yorkban, azt mondanátok, be vagyok lassulva. Szóval ez érdekes, mert most már Kitty is felvette ezt a fordulatszámot. Muszáj volt. Na tessék, igen, de tényleg. Majd lementek Freudába, ne félj, lelassul. Hát azért megyünk oda, utólag. Az egy kézifék lesz, és azt mondja a Kitty, hogy hú, én inkább visszamegyek New Yorkba erre a párnak. Igen. Szerintem is. Nem tudom, Miami-ba voltál már? Nem, soha. Most oda mentek majd. Először elmegyünk azért Orlandóba. Orlandó. Tehát azért előtte jól lefárasztjuk magunkat, mert el akarunk menni a Univerzába, meg a NASA-ba is el akarunk menni, és akkor az egy 2 nap, remélhetőleg, és Miami-ban már csak 3 napot töltünk, és azt mondtam, hogy ott már kifújjuk magunkat, és ott már nem csinálunk semmit. De hát ott mit is csináljunk? Menjünk most azért nézzünk az Everglades-be, vagy nem tudom, az nem hiszem, hogy annyira érdekelni fogja. Hát majd látni fogtok ilyen kisebb vitorlásokat, ami magán kézben van, nem nagyot, hát a házunknak a négyszeresét, meg majd ilyen, meg ilyen olyan nagy hajókat, ahol a vendégek, mennyi volt? 6000 ember? Vagy 3000 fős
hajók, meg minden, és akkor jönnek be, képzeld el, és egy-egy utca eltűnik, mert jönnek be a kikötőbe ezek a hajók, tudod? Ja. És csak így még mindig jön. Csak jön és jön. Igen. És akkor majd azt mondod, hogy jó lesz. Főleg az lett volna nagyon jó, egyébként a fesztivált elkapjátok. Mert persze, ez nagyon kellett volna egy 13 éves gyereknek. Mi a kedvenc zenéd? Nekem nincs kedvenc. De milyen zenét szeret? Hát pop, rap, nem tudom. Aha. Nem tudom. Hát a rap zenét. Hát nem hallgatok egyetlen egy magyar sem. Jó, az baj, baj szerintem, de nem baj, hát figyelj. De azért, azt azért hozzáteszük, hogy mi nem erőltetünk neki semmit. Uh-huh. Tehát itt a zenei ízlése az olyan, amilyen, ez tényleg ő dönti el. Uh-huh. Az, hogy nem hallgat magyart, hát az meg megint olyan dolog, hogy valaki meg csak magyart hallgat. De ő nem, abszolút nem. Hogyha jönné velünk autóval, akkor meglátnád a pirosnál, amikor megállunk, és akkor jönnek a színes bőrűek az autójukkal. Akkor utána a következő autó szalabalabalamba, tudod, a latinok, és akkor ez így váltakozik, érted? És úgy csodálkozol, hogy mi van, hova kerültem? Ez egy multikulti társadalom, hát most ez a lényeg. Azt biztos tapasztaltátok, hogy az autón, bocs, utána beszélünk majd, ezt kivágjuk belőle. Ez nagyon jó, mondja csak. Az automatánál kiírják, hogy English vagy Espanya. Ennyi. Uh-huh. Ja. És mikor én ezt először láttam, nem hittem. Akkor az ismerőseimmel mondják, hogy vesznek fel pénzt a bankból, automatából. Mondom, oké. Okay. És én úgy képzeltem el, hogy megállunk a parkolóba, uh-huh, ott kiszállnak be, nem szálltak ki, leengedték a ablakot, és így kinyújtották a kezüket, és úgy, és mondom, ez Amerika képzelde. Itt minden a kényelem. Igen. Kreditkártyád, ugye, jó sok pénz költség. De akkor miért csekken van a Fizu? Hát ez megmaradt. Miért? Ez megmaradt. Ez vannak dolgok, amiket meg mégsem értek. Hogy miért? Ez senki nem tudja megmagyarázni. Hát, akkor vannak nagyon modern dolgok, igen, vannak nagyon gyors, laza dolgok, és vannak olyanok, amiben visszamegyünk az időben. Ezek egyébként szerint. Most hirtelen visszaugrom, mert mondtátok, hogy mentek a NASA-ba is. Az egyik vendégünk is az volt, hogy ja, én egyébként a NASA-nán dolgozok. Az menő. És figyelj, és akkor így dobáloznak emberek ilyen munkahelyekkel, meg ugye, hogy kivel zenéltem együtt, meg hol voltam, minden. Ez főleg azoknak... Szerintem ez más kategória, nem? Főleg azoknak, akik itt születtek, de ugye tartják a magyarságukat. És ugye ők belekerülnek egy szituba, de azért a magyarság, ugye a cserkészet megvan, mert az fontos, a szülőknek beadják hétvégi iskolákba őket, amin szintén csodálkozok, hogy a gyerekek hogy viselik el, hogy szombat-vasárnap még tanulni kézzel, ráadásul magyarul, amiről néha azt mondják, hogy olyan úgy tűnik a külsődnek, akik nem beszélnek magyarul, hogy ilyen kitalált nyelv, tud, ilyen kódolt nyelv a szülők között valami, hogy ne értsék meg a többiek, akik ugye angolul beszélnek. Aha. És közben aztán rájönnek, hogy nem, hát nem egy világnyelv, de hát tényleg van ilyen, hogy Magyarország. De rohadt nehéz nyelv a magyar, tehát hogy örüljünk, hogy ezt beszélhetjük, csak senki nem érti. Senki. Nagy csodálkozásom, visszaugorol rád, hogy találkozunk színesbőrű gyerekekkel, akik ugye magyar, félig mondjuk amerikai, valamilyen színes, és képzeld, a kisgyerek színes, és megszólal magyarul. Oj, cuki! Sziasztok! Na mi újság van? Annyira honnan jó! Jöttetek? És akkor ne vagy többet, és akkor mondjuk a szülőnek, hogy mi van? És akkor mondja, figyelj, mikor hazamegyünk Budapestről a nagymamához, és palacsintát akar kérni, aha, akkor nem kérheti angolul, mert mama nem beszél angolul. De ezt tudod, hogy milyen csodálatos? És tehát én azt mondom, hogy ennek így kellene lennie, mert ez ennél nincs jobb a világon. És sok gyereknek annyira természetes, hogy jó, mikor teszik le az iskolát? Júni 24, és a irány mama. Igen. Tehát, hogy már nem is foglalkoznak itt az amerikai dologgal, hogy nyáron hova, merre menjünk. Mondjuk egyből érdekelne a dolog, hogy vajon az azért tetszik neki, mert teljesen más, vagy olyan szeretetet, vagy olyan más behatásokat kap, teljesen, amit itt Amerikában soha nem kapna soha meg. Aha. Figyelj, itt az iskolába elmegy reggel 7-8 körül a gyerek, ha nem a busz jön érte. Aha. Elmennek az iskolába, letanulják a dolgaikat, hazajönnek, és online egymással csatlakoznak, beszélgetnek, nagyon ritka a biciklizés, van persze gördeszkások, meg vannak, akik kimennek utcára, de főleg itt New Yorkban azért nem nagyon ajánlatos sok helyen kimenni, és akkor bennélik az egész fiatalságot a lakásban. Jó, de lassan, mert ez a kitéknek is kezd elindulni otthon, amiért mondjuk én dühös vagyok, és egy csomószor erőltetem, uh-huh, hogy ne otthon üljetek már, menjetek egy cukrászdába, egyetek egy fagyit, vagy nem tudom, tehát hogy mint ahogy mi, lehet, hogy mi vagyunk öregek tényleg, igen, de hogy nekem ez nem annyira adja, hát, de nektek igen. Anyukám, a haverom anyukája, mindenki könyörgött, hogy legalább egy zsíros kenyeret, család, egy paradicsommal, igen, meg valamit igyunk, a kék útnál igyunk már valami, igen, vizet, és annyi időt töltsünk otthon, főleg nyáron, és mostani gyerek nem tudom, de biztos változott, nekünk is furcsák voltak a szülők, nekik is furcsák vagyunk mi. Furcsák vagyunk? Nem, annyira.
Nem annyira? Annyira nem. Nem. Melyik a, mi a kedvenc tantárgyad? Ez egy nagyon jó kérdés. Ó, köszönöm. Mondjuk a biológia. Biológia? Mondjuk. Na. Most csak, igen. De tényleg? Anya is most szemesület. Az a legjobb a többi közül. Azt szereted a legjobb? Egy mint a másik. Mi az, amit nem szeretsz? Matematika? Igen. Uh-huh. Fizika. A fizika? Utálom. Nem tudom, azt mondják, hogy szeretnek a gyerekek iskolába járni. Ez tényleg így van? Nem. Nem. Mert akkor mindig azt mondják, hogy Amerikában és Angliában is imádnak a gyerekek iskolába járni, és csak a magyar oktatási rendszerrel van a baj, és hogy azért nem szeretnek Magyarországon iskolába járni. És akkor mindig gondolkodom, hogy miért? Miért? Mi az, ami itt más? Hát nem tudom, vele egyidős, kitűvel egyidőstől kellene megkérdezni, de az igen. Biztos, hogy náluk itt az van, hogy százalékos rendszerben írják a dolgozatot, aha. Hogy hány százalékot hogyan értél-e pontszámok alapján is, meg minden, és ugye ezáltal kerülhetsz be főiskolára, egyetemre. Nem mindegy, hogy milyen főiskolára, egyetemre kerülsz be, mert van a népjóléti, tudod, az egyszerű egyetem főiskola, nem mész vele semmire. Ami magas szintű, egy Cambridge, vagy valami, vagy ezt a Yale, vagy a Columbus, érted, az már olyan pénzes, és olyan tehetségek nem kerülnek be, hogy hihetetlen. És ráadásul van egy rendszer, amit most hallottam, hogyha van egy színesbőrű bevándorolt, van egy latin bevándorolt, meg van egy magyar bevándorolt fiatal, ugyanazt a pontszámot megírják, akkor a magyart nem veszik föl. Miért? Hogyha nincs, tehát hozzáteszem, hogy mondjuk 12 embert vesznek föl, és 13-an vannak ebben az elosztásban, akkor a magyart, vagy az európait nem veszik fel, a másik kettőt igen, mert támogatják a kisebbséget, és mi nem számítunk annak. Oh, Kitty, nagyon jól kell tanulnod, tényleg, tehát és most okay. Hallgass meg azokat, akik itt élnek, hogy milyen követelmények. És amikor a mi szüleink, az én szüleim tolták azt, hogy jó tanuló, jó sportoló, és amikor lesz egy diplomád minden, majd elmesélem adásunk kívül, hogy most milyen jó munkám van. Jó. Tehát van két diplomám, neki is. No. Na, mindegy. Hát köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzánk. Köszi. De maradt azt nyugodtan, nem jó, kell elmenni. Nem. Csak anyára vagyunk kíváncsiak. Nem szeret így nyilatkozni. Egy abszolút nem olyan. Pedig annyi dumál, hogy ezt nem tudjátok képzelni, de így van, hogy így véletlenül be kell valamiről számolni, ami ő. Hát aha. Azt nem egyszerűen. De nem. Nektek kinyílik otthon? Hogyne, mi nagyon sokat dumálunk, tehát azért egy baromi nagy szerencsém van, szerintem vele, hogy pici korától kezdve borzasztóan érdekelt a véleménye. És én mindenről kikértem a véleményét, és mondták, hogy te hülye vagy, minek, hát még kicsi, még 4-5 éves, és mondom, attól még van véleménye. Uh-huh. Úgyhogy mi és el is mondta el, és ő egyébként nagyon kegyetlen, tehát hogy ha mondjuk valamiről szeretném tudni, hogy ténylegesen, hát úgy oda mondja az arcomba, hogy néha még rosszul is esik, hát jó, de nem lehetett volna egy kicsit kozmetikázni rajta. De miért nem a véleményemről voltál kíváncsi, uh-huh. Tudom, de oké, legyen vélemény. És a rádióban vélemény. Is hallgat? Hallgatna még az ilyen fiatalok FM rádiót? Ő csak azért, amikor az apjával beül a kocsiba, és akkor néha belehallgatnak, és elmondja a véleményét, hogy ez az interjú, ez jó volt, anya, uh-huh. Ez tetszett, egy jó fej voltál, jó kérdeztél, de van egy-kettő, amire mondta, hogy ezt nem fogom meghallgatni. Uh-huh. Nem, a mai fiatalok már igazából maguknak összeválogatják a zenét, azt meghallgatják, és lehet, hogy ezért sem hallgató igazán magyar zenét, nagyon szereti az angolt, lehet nem a kedvenc tantárgya, de az nagyon jól is megy neki, és az összes videót a YouTube-on mindenhol angolul nézi. Maga a nyelv szerintem baromira tetszik neki, de most akkor kinézek rá, és mondjad, hogyha nem, hogyha igen, nyugodtan bólogass. Jó, kösz. hogy az angol, az szerintem ez tényleg megy neki, és az le is köti, és amikor az amerikai vagy angol nyelvű dalokat hallgatja, akkor ő sokkal jobban megérti már, mint ahogy mondjuk mi. Mert a mi gyerekkorunkban maximum halandzsáztunk, hát furisten. Tehát, hogyha visszatérve... Én nem csak a gyerekkorunkban, én most is igen. De mégis itt élsz, és el vagy belőle. És milyen furcsa, amikor nézel egy amerikai filmet, meg egy angol filmet, tudod, és hogy az amcsik letolják, nekem mindig azt tetszett a Rigoberta, hogy you are wrong. És azt hittem, hogy ezt az amcsik csinálják, és közben nem. Az angolok sokkal jobban beszélnek értetőben. Igen. Az amcsi filmekben van egy-két olyan rész, hogy hajda. Hát, főleg a találkozó egy színes bőrűvel, majd egyszer akkor bizonyosan. És akkor nézel rá, hogy mi van? Nagyon örültünk neki, amikor most jöttünk, hogy a reptéren egy olyan csajt fogtunk ki az ellenőrzésen, és kristálytisztán lehetett érteni minden szavát, de tényleg mindent. Uh-huh. Mert előtte meg láttam, hogy így néz mindenki, hogy mi van, mit mond, úr, de én semmit nem uh-huh. értettem belőle.
érteni jól értek, de itt, amikor válaszolni kell, ugye a magyar, hogy úristen, sokot kapok nyelvtanilag, uh-huh. helyes legyen, uh-huh. ízni, na itt nem kell gondolkodni, csak mondani kell. Ismerős a történet, hogy izgulni kell, nyelvtanilag, hogy kell. Azt kérdezte az egyik reptéren az ellenőrző tiszt, hogy... Ja, de ez most azért, mert ott ilyen ideges volt. Te mindig stresszelt, és de ezt már hagyd meséljen már. De nem, mert ezzel csak égetsz, mert én meg beszélek angolul, és akkor pont... De ő nagyon jó beszél angolul. Persze. Tehát ő tökéletesen jó beszél nyelvtanilag, és minden, és annyit kérdezett a vámos, vagy az a tiszt, hogy mikor születtél? És a Judit ott állt, hogy... Nem tudom, és mondom, azt kérdezi, mikor születtél? Ja, én? Hát baszki, te állsz ott mellette, senki más nincs. És akkor látta, hogy valószínű bejött neki, tudod, és akkor próbált udvarogni, mert én csak ott álltam a hátam, hogy tőled. Igazából nem tudta, hogy mi kontaktban vagy. Ideges volt, hogy haladjál már, mondjad már. És akkor mondjad már, mikor születtél, menj már a francba, ne tököljünk. Hol, milyen kis türelmes ember vagy te is. Hát ez a New York-i csak ez megvan, akkor mindenki megy. Hát figyelj, az én angol tudásom, én bárhová bemegyek, bárkit megkérek bármire, bármit megkeresek. Nem biztos, hogy megérti a body language-em, az olyan, az képzeljétek ennyi év után is, hogy hihetetlen. Tényleg? Nem tudom magyarázni. Hát a legjobb. Mit és értik. És értik. Tehát ennyi. Itt az a lényeg, hogy valamit böfögj oda egy-két szót, meg nem kell nyelvtanulni. Felesleges. Főleg beülsz egy taxiba, jó, mondjuk, hogy szerencsétek volt, de beülsz egy sárga taxiba, turbános nagy szokálláshoz, életében nem beszélt angolul. Az valami borzasztó. Rakar. És akkor mi van? És akkor magyarázod neki, hogy mész a érdekes, az első ilyen élményem 2003-ban volt Amerikában először, itt New Yorkban, és bementem egy ilyen boltba, valami kaját akartam venni, és senki nem beszélt angolul. Yeah. Mindenki spanyolul beszélt, és így, hát mondom, hogy hova jöttem, ha nem Amerikában vagyok, és akkor mondták, hogy hát attól még mi spanyolul beszélünk, tehát oké, hello, mit kérsz, és akkor el kellett mutogatni, hogy azt szeretném. De megértették. Hát az én kinézetem, ugye nem vagyok szőke kék szemű. És ugye az összes latinon rám néz, és elkezdi, vagy hogy beszélnek, már azt sem tudom. És spanyolul beszélnek hozzám, a szomszédnéni is mondom, neki hiába beszéltem, mama, nagyon szeretem, I love you, minden, de nem beszélek spanyolul. Ja, poroszkor baragara, és akkor nyomja a spanyolul. Hát van ez hihetetlen. Óriási. És hogyha itt beszél spanyolul, Isten király vagy. Hát figyelj, állítólag a második legsűrűbben, legtöbbet beszélt nyelv a spanyol. Az úgyhogy, na, én mondtam Kittinek, hogy angolul meg kell tanulni, tehát az nincs más, és a második nyelv szerintem legyen a spanyol. Ja, úgyhogy, mert ha én most újra kezdhetném az életemet, akkor, és nem a kommunizmusban lettem volna kisgyerek, ahol még oroszt kellett tanulnom, és semmit nem tudok, ennyi spasibo el meg hárásul, tehát ennyit tudok készpont, hogy mi a francia nem ezt tanultuk, és mennyire jobb lett volna, hogyha mondjuk már első osztálytól kezdve mi is kapjuk ezt így szépen telibe, és most mindjárt másabb lenne az ember, és amikor azt kérdezett, hogy mit csinálnék Amerikában, hogyha anyanyelvi szinten beszél, vagy legalábbis nagyon jól beszélném az angolt, akkor biztos, hogy nagyon könnyen talál magamnak egy olyan munkát, amiben még akár komfortosan is tudnám magam érezni. De az, hogy mondjuk az ember hány évesen jön ki, és milyen nyelvtudással, és milyen kapcsolati tőkével, az meg megint egy másik kérdés. A szomszéd srác nálunk, texasi. Érdemes vele is beszélgetni. Azt jól lehet megérteni. És egy igazi művész ember, képzeljétek el, hát ilyen batikol, fest, minden szobrokat csinál, minden, és akkor Attila. És szívja a cigarettát. Szívja a cigijét, és fiatal srác, de tiszta New Yorki, és na, hogy beszél? Tehát, hát mondom, én, aki jól beszélek angolul, még én is úgy bajba vagyok. Ott föl kell kötni a gatyádat, tehát ő elkezd, és velem szokott beszélgetni. De jó. A kisvörös meg itt áll a stúdió ablakában, és hallgatja, hogy beszélgetünk. Szerinted? És na, jókat kacag magában. Ez egy igazi móka. Ez egy móka, igazi móka, ja. Jó ez, de azért tényleg nem azt mondom, hogy most nem fogom megkérdezni, hogy most mivel foglalkozol, de azért biztos nem volt egyszerű, amikor úgy újra kellett kezdeni az életet. Hát elkezded az építőiparban, a csajok meg a takarításban. Na igen. És amikor kijössz egy olyan múlttal, ami nekem egy kis Szeged környéki múltam volt, kijössz és belecsöppensz ebbe az egész történetbe, azért a pofon... Az lelkileg az, hogy megviseli az embert. Hát olyan könnyen átosztunk rajta szerinted. Öngyilkos akartam lenni 14-szer. Ezt akarom mondani, hogy itt milyenek a baráti viszonyok, mert amikor azt mondjátok, amikor hallottam, hogy azt beszéltétek a Mosziba, hogy a Magyarországon a zenészek között barátság van, azt hozzáteszem, hogy ez nem feltétlenül igaz. Jó, de én arra gondoltam, hogy 13-14 évesen elkezdjük együtt, és akkor még igen, szerintem. Akkor még igen, de aztán ez szépen átfordul. Ugye én a Desperadóból 21 év után kiléptem. 21 évig voltam? Igen.
Ez nagyon hosszú idő. Hát neked. Ez nagyon-nagyon hosszú idő. És amikor megkérdezték tőlem, hogy mi volt az oka, akkor én nagyon sokszor csak ennyit mondtam, hogy 21 év. Tehát, hogy azért ez gombózból is sok. Sok esetben házasságból is nagyon sok, igen. De hogy mindennek megvan az oka, hogy miért jön el az időpont, hogy miért van az, hogy váltani valamit, és mondjuk most a Josh és Betty Life produkciónk, az pedig egy új, friss dolog, és például a zenekaron belül nagyon jó a kapcsolat, nagyon jó baráti a viszony, pedig én végig az egyetlen csaj. Csaj az? Nő. Szeretnék csaj lenni még, de hogy úgy érzem magam. De hogy várj. Akkor ez rendes zenekar? Igen, tehát dobos, itt ez a lényeg, igen, hogy gitár. Dobos, billentyűs, gitáros van mögöttünk, meg hát természetesen HD, mert azért mindent nem tudunk feltenni a színpadra, és öten állunk a színpadon, tehát hogy ezt nem úgy nyomjuk, mint régen a múltamban, hogy hakni, hanem ez rendesen élőben énekelünk, van ugye Moszi a billentyűs, van egy dobosunk, annyi, hogy ő most már elektromos dobra váltott, mert az könnyebben felszerelhető, meg instatablá válik a cucc, meg van egy gitárosunk, aki egyébként meg ő is egy tök jó forma, és mi így nyomjuk, mert hogy 21 év után én azt mondtam, hogy én valami mást is szeretnék csinálni, azon kívül, hogy új dalokat, tehát azért a Josh és Betty-nek, hogyha a YouTube-on most már utána néztek, azért nem egy olyan videoklipje van, amik szerintem elég jól sikerültek, és ezt mi elkezdtük újraépíteni ezt az egészet, és azon kívül, hogy mondjuk az élő koncerteken van Josh és Betty, úgy van, hogy Josh és Jutta dalokat énekelünk, valamint Desperado dalokat is énekelünk, mert azért 21 évig én ezeket a dalokat énekeltem, és ezáltal lettek ismertek ezek a dalok, hogy az én hangomban szólaltak meg. És attól függetlenül, hogy Zolnai András írt a szövegét, a Moszkitónak volt az összes dal szerzeménye, tehát zenei szerzemény az övé, és miért is hagynánk ki? És ezen kívül pedig játsszuk azokat az új dalokat is, amiket most itt elkezdtünk közösen létrehozni, és már azt is tudjuk, hogy ha hazamegyünk Amerikából, április 13-án már forgatjuk a következő videóklipet. Tehát figyelj, azért úgyhogy, nézzük egész rendesen. Hát figyelj, még az egyik az még nagyon friss. Te csak játszol velem, az 570 ezer körül van, azt hiszem. Most az legújabb, az még egy pár napja került ki, az most ilyen 100 ezer felé cammog, mert a Herceggel közösen kezdtünk el dolgozni, de hát ugye, figyelj, van itt 472 ezer. Az is van meg. Tehát egy magyar szinten. Hát főleg ez... úgy, hogy nem mai fiatal előadók vagyunk, bár fiatalak érezzük munkat, ezt mindig el kell mondanom, de nem tínédzser előadók vagyunk, nem TikTok sztárok vagyunk, nem YouTube sztárok vagyunk, hanem egyszerűen csak... A másik, ezt akartam mondani. Csak pop ismert emberek, vagy pop műfajban. Nem sztárok, azt utálom azt a szót, mert szerintem Magyarországon nincsenek sztárok, és megkövezhet bárki, megdobálhat mindent, de nekem a sztárok itt Amerikában vannak, akik mondjuk a Miami Star Islanden élnek, érted, és Beyoncé fut éppen Jay-Z-vel, és mondjuk véletlenül lefotózom, és elkezdenek üldözni, mert hogy ilyen előfordult a múltban. Szóval nekem ők a sztárok, mi maximum ismertebbek vagyunk az átlagnál Magyarországon. Képzeljétek el, hogy itt Amerikában a kor nem számít. Tehát itt bármikor. Hát én nem is érzem magam. És milyen érdekes, amikor mondták, hogy 21 év után mondjuk kiléptem egy jól működő produkcióból, hogy lehettem egy kora hülye állat, hogy még ezt megmertem kockázni. Ennyi idősen, hát úristen. Hát mondom, gyerek voltam, amikor elkezdtem, 20 éves voltam, amikor beléptem a Desperadóba. Hát nem, mert 41 évesen ne léphessek ki, hát miért már vége az életemnek, hogy 41 éves lettem. De hogy is, most kell elkezdeni, igen, az újat. Mert úgy számolják, és ezt már említettem azt a adásban is, hogy van egy kínai manöken bácsi, 70, most lehet, hogy nem jól mondom a számot, 71 évesen kezdett el manekenkedni. Wow. Megtanult angolul. De ügyes. Most 80-valahány éves, és a legkeresettebb ilyen hosszú olyan van, nagy szakáll a fehér, és különböző, és ilyen márkák, most csak satszolog, ilyen Gucci, meg ilyen szintű, meg férfi sprék, dezodor, meg minden, és ezek futtatják, képzeld el is. Hát oké, de tudod, itt van egy bizonyos kor, ami alatt tudsz még modellkedni, meg bizonyos kor fölött tud modellkedni valaki, vagy legalábbis az én ismereteim szerint ez így működik, de én is azt gondolom, hogy soha nem késő. Tehát amikor azt mondod, hogy Amerikába kiköltözni, nekem mindig nagy álmom volt, és mindig nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna, és azt mondom, hogy soha nem mond, hogy soha, de nem szeretnék. Már bocsánat, tényleg, és mindenkitől elnézést kérek, de nem, én tudom jó, hogy nem bírnám elviselni, hogy nekem legalulról kell elkezdenem újraépíteni az életemet, mert ez a produkció, amiben beleléptem, a Josh és Betty Live, az nem a nulláról, hanem azért már egy bizonyos szintről indul, és nekünk sem úgy kell menni, mondjuk, hogy fizessek valahol, hogy felléphessek, hanem mondjuk gázsit kapok azért, hogy én ott énekelek. És nekem ez fontos, mert hogy én ehhez vagyok már hozzászokva, és ennyire viszont már nem tudok elszakadni a szokásaimtól, vagy legalábbis ilyen a személyiségem, hogy én, ha
valamit letettem már az asztalra, akkor én inkább azt próbálom tovább építeni, de az, hogy mindent így lesodorjak, és minuszról, hey, az nagyon kemény. Nem tudom, én nem ezt látom benned. Én azt látom benned, hogy szerintem te is megcsinálnád. Megcsinálnám, ha nagyon kellene. Őnek is nagyon nagy feladat voltam, amikor, mert én eleve úgy hívtam ki, hogy havi $1 millió lakásautó. Na most ugye ki... Jó fej vagy, így beígértél mindent. Na most ugye, ki... És te ezt elhitted? Kijött, és szembesült a valósággal, és rájött, hogy hát ez nem így működik. Hát a szerelem mindent legyőz. A másik dolog, egyébként ha hiszitek, ha nem, hogy én amekkorát kaptam, hogy nem voltam a földön, és még belém is rúgtak, meg fejbe is rúgtak többször, már nem fizikálisan. Értjük, persze. És ezt megcsináltam, hogy most már 8 éve vagyunk itt. Ezt megcsináltam, és így gyakorlatilag kimostuk a, nem tudom, a saját lelki szennyesünket, tudod, és most tudom, milyen könnyen érzem magam? Ez a legfontosabb, én ennek nagyon örülök. Valami de... hihetetlen, hogy nem volt könnyű az első pár év, nem volt könnyű időszak. De vannak barátok? Adáson kívül megbeszéljük. Köszönöm. Nekem viszont vannak barátaim, nagyon kevés, nagyon-nagyon kevés van Magyarországon, de amikor a legjobb barátnőm, aki gyerekkorom óta a barátnőm, azt mondta, hogy na ide figyelj, el nem mehetsz úgy Amerikába, hogy nem ölelgettelek meg, és kedden délelőtt 10 órakor ott vagyok, és főz egy kávét, és beszélgetünk egy fél órát, nem érdekel, hogy mekkora pakolásban vagy, akkor az a baj, hogy engem még mindig visszahúz a szívem, és hogyha nem lennének ilyen emberi kapcsolataim, amilyenek vannak, akkor én lehet, hogy ott hagynám a francba az egészet, mert őszinte leszek, nekem ez baromira bejön, és ki az, ember, ki az a hülye, akinek ez nem jön be? Na, tehát az, amikor azt hallod, hogy az amerikai álom megvalósítható, akkor én elhiszem, hogy megvalósítható, és nekem attól függetlenül, hogy ez egy valós demokrácia, de olyan szigorú szabályok között kell élni, hogy Magyarországon ehhez képest ilyen lazázva nyomjuk a dolgokat, holott szerintem ezt senki nem gondolná. Csak amikor egyszer-kétszer eljössz, vagy többször, akkor ezt már látod, hogy de itt betartod a szabályokat, akkor tök jól tudsz élni, nem? Ja. De mondjátok, hogyha nincs igazam. Csak én ezt kívülről, én ezt így látom. Uh-huh. De ez biztos, hogy rohadt nehéz, amikor el kell indulni. Mindig azt szoktuk mondani, hogy ki kell próbálni 1-2 évet, és akkor úgy az ember rájön. Mondom, hogy akkor, hogyha van egy zsák pénzem, és 1-2 évet hát így úgy könnyű. De úgy is volt ismerősöm, mert zsák pénzzel kijött, vett lakásokat Floridában, és nem érezte jól magát, és elment haza. És kiadta, jól keresett vele, teniszoktató volt, miért nem mondom a nevét, teniszoktató volt minden, és azt mondta, nem jó, megy haza. Kész, a család se szerette az egészet. Tényleg? Nem, azt mondta, köszönjük szépen, nem jó. Na, innen New Yorkból is nagyon sokan hazamennek, köszönjük szépen, nem jó. Őszinte leszek, New York nagyon tetszik, mint turista, de nem biztos, hogy tudnék itt élni, de nem amiatt, hogy pörgés van, hanem, hogy annyira sok. Tehát, hogy ilyen zsúfolt, rengeteg, tényleg minden típusú emberrel találkozhatsz, és tényleg minden. Valakinek ez jön be? De lehet, hogy én egy picivel nyugodtabbra vágynék, de lehet, hogy csak egy icipicivel, aztán lehet, hogy nekem az már túl nyugodt lenne. Ez olyan, mint hogy nem tudok faluban élni, de még Budapesten meg már nem tudok élni, és pont Debrecen ez a köztes. De mivel tényleg igazatok van, hogy soha nem tudhatod, hogy az élet milyen dolgokat dob eléd, én mindent úgy érzem most ennyi idősen, ennyi élettapasztalattal, hogy tényleg mindenre képes vagyok, most már ezt tudom mondani, de ha ezt másfél évvel ezelőtt kérdezed, nem biztos, hogy ezt mondom, de sok mindent átéltem azért ez alatt a bő fél év alatt, és nagyon sok pofont kaptam, nagyon sokszor a padlón voltam, és nagyon sok minden megmutatkozott, hogy én mire vagyok képes, akár egyedül is, és én is azt érzem, hogy most már nem csak mondom, hogy erős vagyok, hanem ténylegesen elértem ezt a szintet, de az, amit most te érzel, hogy ez a szabad, ez még nekem nem jött el. Uh-huh. Aztán lehet, hogyha egyszer ide helyünk, és megjárom valamit mindent, akkor több napra jöttök, akkor elviszünk abba a színészi körbe, ahol mi is benne vagyunk, és akkor találkozol igazi szabad emberekkel, akik így is gondolkoznak, és gyakorlatilag beleszarnak a nagyvilágba, ők élik a maguk kis életét, és el vannak. De ez baromi jó. Csak hogy én ezért mindig tovább gondolom a dolgokat, és hogy én nem tudok ennyire csak a mának élni, vagy csak élvezni az életet, bár baromi jól hangzik, és a taxis nagyon igaza van, de én egy kicsit tervezős vagyok, és ez egy nehéz ügy. Hát figyelj, egy szobabérlés, az most már úgy kezdődik itt New Yorkban, hozzáteszem, $800 fölfelé a csillagos. Hát. Egy szoba. Egy lakás, az egy olyan 1600-tól fölfelé a csillagoség. Uh-huh. Keresni kereshetsz, hogyha nagyon ügyes vagy, fizikai munkával 4-5 ezer, $6 000
hogyha ügyes vagy, de akkor dolgozol elég rendesen, reggeltől estig, hétvégén is. De ugye nálunk például a szombat az teljes munkanap. Tehát az rosszul senki, hangzik. Senkivel föl se merül, a szombaton nem dolgozik. Én nem dolgozok. Jó, hát felmentésem van, de egyébként tényleg nem mindenki. Magas labda volt. Nem minden a pénz. Jó, anyukám. De figyelj, most én hétköznap a rádióban dolgozom, és én hétvégén meg a színpadokon dolgozom. Uh-huh. Tehát, hogyha így nézzük, akkor én is ugyanezt én nagyon sokat dolgozom, én is vasárnap általában megpróbálom, úgyhogy legalább az egy nap legyen pihenő. Bár nyáron, most, hogyha hazamegyünk, akkor elkezdődik a szezon nekünk, és remélem, hogy azért kicsit az a háborús konfliktus, vagy ami ott van, a katonai konfliktus, háború, ami a szomszédban zajlik, egy kicsit normalizálódna már, és megmondom őszintén, tök jól jött ki, hogy ez a két hét pont most van, mert már elviselhetetlen volt otthon az, hogy állandóan mindenhonnan ezt hallod. A nyomás, és igen, és hogyha hazamegyünk, és én nagyon bízom benne, egy kicsit jobb lesz a helyzet, akkor ez Magyarországon is kicsit érezhetőbbé válik, mert elindul a szezon, és mindenki arra fog koncentrálni, hogy egy kicsit lazuljon, egy kicsit jól érezze magát, de most mindenki kicsit ilyen görcsös ettől az egész szitútól, ami teljesen érthető. És amikor azt hallod, hogy jaj, hogy ez még a több országra is kiterjedhet, és ezért ezt nyomják egyfolytában, hogy azért ezt hallod, hogy igen, ezt mondta az ukrán külügyminiszter, blablabla. Őszinte leszek, már lassan híreket sem nézek, mert ettől csak ideges leszek, depressziós leszek, nem leszek, de ettől függetlenül rosszul érint, és a gyerekemet nem akarom, hogy egy olyan helyen nőjön fel, ahol mondjuk ő nincs biztonságban, és szerintem ez az egyik legfontosabb. Ja, hát mindenki így van vele, reméljük, hogy vége lesz. Hát reméljük, vagy legalábbis valahogy megoldják ezt a dolgot. Ja, és akkor ti mehetek fölépni, gondolom rengeteg fesztivál. Nekünk rengeteg felkérésünk van, és attól függetlenül, hogy nagyon sokan azt gondolták, amikor összeálltunk a Joshra, hogy jó, hát ez most minek kellett, meg minden. Szerintem az egyik legjobb párosítás volt, mert úgy érzem, hogy ketten baromira erősek. De honnan vagyunk. Ismered? Nekünk volt egyszer egy közös produkciónk, amikor még a Desperado-ban énekeltem, meg hát ő az egyik kereskedelmi rádiónak, a kereskedelmi televíziónak a programigazgatója, és onnan is ismerem. Meg hát ő annak idén a Josh is jutta a produkcióval, rengeteg helyen fellépett, ahol mi is, és én onnan ismerem a Josh-t. Egyébként őszintén még két éve ezelőtt sem gondoltam volna, hogy mi ennyire közösen fogunk dolgozni, és ennyire nagy lesz az egymásra találás, de az így hozta az élet. Ezért mondom, hogy az élet egy nagy játékos, és ez soha nem tudod, hogy alakul. Uh-huh. Úgyhogy most én ebben jól érzem magam, én úgy érzem, hogy, és nagyon sokan mondják, és nem csak én, hogy valahogy nyitottabb lettem, valahogy egy kicsit... Fölszabadultam. Aha, igen. És hogyha hagynak olyannak, és most tényleg mindenkitől elnézést, aki úgy érzi, vagy magára veszi, hogy ő miatta nem, de nagyon sok esetben én nem tudtam önmagam lenni a múltamban, és nem mertem magam elengedni, mert nem akartam, hogy azt lássák, hogy egyébként én tényleg ilyen vagyok. De én ilyen vagyok, kész, pont. De te egyébként olyan csajszövet nekem azt sugárzott, hogy bármikor szólnék, hogy menjünk el bulizni, akkor én szívesen elmennék vele. Jó társaság vagyok. Egy biztos, hogy végig tudnád beszélni az egész éjszakát, én meg csak a szültségetni. Nem, én végig táncolom. Táncolod? Hát ha bulizunk, én nem dumálok. Akkor nem hívlak el, mert az én tánctudásom az is kívánni való. Nem, én csak akkor beszélek, hogyha valakit érdekel, ha nem, akkor én befogtam a számot, és akkor iszogatok. Ez is pozitív dolog. Adás után meg is kortyolok is egyet. És jókat nevetek, mert szerintem az egyik legfontosabb. Az biztos. Milyen hónapban születtél? Én június 15-én ikrek. Ikrek? Igen. Az jó, anyukám? Hát kommunikációs. Ez vegyes. Mikor, vegyes. Milyen? Olyan, mint az időjárás. Ezt mondjuk a családomat kéne megkérdezni. Szerintem néha elviselhetetlen vagyok, de... Na, az urat 19-én született. Hát de ő szeptemberi szűz. És az én fiam meg 17. Na hát, jó. Az akkor Kitty meg Kos. Kitty? Kos? Behagyja a fejét, és megy a falnak. Hogyne, persze, de én néha hagyom, hogy próbálja ki. Meg kell neki ezt élni, ezeket. Most már, hogyha ilyenről beszélünk, majd gondolom, Peti kivágja, mert infarktus kap ezektől. Ő Skorpió. Hú, az is erős. Én meg nyilas vagyok, hát decemberén. Az is jó. Én szeretem a szabadságot. Menjünk. Igen. Fölveszem a hátizsákomat, szavasz. És menjünk. Igen, az ikrek meg olyan, hogy néha nagyon a szabadságra vágyik, néha meg arra, hogy ne legyen szabadság. És érdekes, hogy ez a mondjuk a 21 évből való kilépésem is szerintem ez volt bennem, hogy én mindig vágytam a szabadságra, hogy hagyj szárnyaljak, hogy hagyj menjek, és hagyj csináljam, de közben meg a kis belső énem, hogy ne, inkább nem, legyünk biztonsági játékosok, úristen. És amikor és kockáztattál. És kockáztattam, mertem, és bejött. Döntöttem. És szerintem bejött, igen, és most, akit láttok, meg akivel most beszélgettek, az már szerintem egy másabb Betty, mint aki ezelőtt mondjuk egy évvel volt. Igen? Aha, de szerintem kicsivel jobb fej. Mikor beszélgetünk, akkor hát kiléptél? Azért, akkor még nem, akkor csak fontolgattam. Ja, fontolgattak? Akkor pont a rádió. Akkor a rádió már ott volt az életemben, de akkor kérdeztétek, hogy mi van a Desperado, és akkor mondtam, hogy hát szerintem nagy döntések előtt állok, azért, mert hogy ez egy hosszú folyamat.
folyamat volt, mire én ezt megálmodtam, hogy én ezt befejezem. Uh-huh. De most is azt mondom, hogy szerintem ennek így kellett lennie, és hát a döntés az enyém volt, úgyhogy én vállalom a felelősséget, uh-huh. És szerintem jól döntöttem. De ügyes vagy. Nem vágysz egyébként egy ilyen rokoperára, vagy valami hasonló dolog? Beszélgetünk már erről még annak idején, erre már biztos nem emlékszem, annyira sok interjút készítettetek, hogy én bármikor képes vagyok arra, hogy valami újat csináljak, és mivel musical énekesnőnek készültem, ez nincs is tőlem nagyon távol, ez a dolog, de én csak olyan dolgot csinálok, amiben hiteles vagyok, tehát uh-huh. hogy ami, úgy érzem, hogy meg tudom csinálni, meg képes uh-huh. vagyok rá. Ha egy olyan darabot adnak enni, vagy egy olyan rockoperát, vagy egy olyan műziket, amiben úgy érzem, hogy én lehetnék akár Octavia, a sztárcsináló, uh-huh. azt bármikor elvállalom. Uh-huh. De mondjuk egy olyat adnának, amit így nem, mondjuk az Evitát, simán. Uh-huh. De az, hogy egy rockoperában, franc tudja. Figyelj, hát rádiós műsorvezető se gondolta, hogy leszek, mégis lettem. Ez csak azért érdekes, mert neki az ex-férje, a Stone, ő neki van egy operája, ugye? Egy rockoperája. Ja, és nem mutatták be, de érdemes lenne. A másik dolog, amit mondani akartam, hogyha Broadway-en jártok, és ki van írva, hogy van még szabad jegy, akkor a Tina Turner előadást nézzétek meg. Egy szereplő Csajci van, egy 1 méter 20 centi magas színes bőrű. A YouTube-on de úgy énekel, mint az állat. Majd megmutatom, hogy énekli fel az egyik Tina Turner számot. Hát ne tudjátok, mert brutál. Viszont én senkit nem tudok utánozni. Tehát azt azért hozzáteszem. Tehát, hogy amikor azt mondják, hogy vannak ezek a műsorok, tudjátok, hogy miért nem mész el abba, ezért, hogy? Hát én Betty sem tudok énekelni, nem tudom utánozni a Zoránt. Most csak mondtam direkt egy férfi előadó, tehát, hogy nekem ez nem megy. Amit a pozitív coach szokott mondani, direkt nem mondom a nevét, hogy a másolat mindig kevesebbet ér, mint az eredeti. Nagyon köszönöm. Ezt majd megjegyzem, jó? Mert képzeljétek el, mostanában ezt már bedobhatnám egy pár helyen, mert azért van egy másolatom, aki megpróbál engem másolni, de hát ezen mindig röhögök, mert az soha nem lesz olyan. Én mindig azt mondom, hogy olyan, mint Patkós Attila, senki nem lehet. Ez így van. Patkós Attilánál lehetnek jobbak, meg lehetnek rosszabbak. Ez így van. De amilyen én vagyok, meg amilyen te vagy. Soha senki nem lehet. Soha senki. Ahogy ő fest, senki nem tud úgy festeni. Lehet, hogy jó, 5000 ember jobban fest nála. De úgy, ahogy ő. De ahogy ő, úgy biztos, senki. Hogy nem. És ez a lényeg. Vagy mint az urat például, hogy megkeveri a hangot. Senki nem csinálja úgy, csak ő. Senki. És szerintem itt azért ezt tegyük hozzá, hogy azért az egyediség nagyon fontos. Tehát, hogy amikor vannak, mondjuk neked is vannak biztos olyan fordulatok, amiket csak te használsz úgy. Nekem vannak olyan fikcsik az éneklésben, amiket csak én használok úgy. Vagy úgy mondom ki a szavakat, vagy úgy mozdulok, mert ezek belülről fakadó dolgok, és soha senkit nem utánoztam én. Én saját magam akartam lenni. És nekem ez mindig fura, hogyha valakit le akarsz másolni. Itt a mostani produkcióban, zenébe te is beszállsz egy kicsit? Vagy nem akarok. Én beleszólok mindig mindenbe. Hát, ikreket. Nem bírom ki. De én szeretem meghagyni a művészi szabadságot azoknak, akik valóban értenek hozzá. Maximum véleményezem, vagy azt mondom, hogy ez biztos, hogy ez a hangszín, ez jó? Uh-huh. De hát azért, mert azért otthon van egy kis házi stúdiónk, ahol azért a kreatív műhelyként is üzemel, és ott nagyon sok szerzemény ott látnak világot, ott születnek meg, és Moszi meg szokta nekem mutatni, és azt kérdezi, hogy mégis ez tetszik, vagy és annyian például a mostani dalnál mondtam, legyen gyorsabb, mert nem bírom elviselni, hogyha valami nagyon lassú, de meg kikészülök tőle, és én ennyi mennyire szólok bele, hogy mennyire legyen gyorsabb, vagy esetleg ne legyen az a vokál, mert azt jó eléneklem, én magamat szoktam vokálozni, de lehet, hogy esetleg így kellene hajlítani, vagy ott, de alapvetően nem okoskodok bele, mert azt utálom, hanem inkább csak tanácsolok. De jó hallgatni téged. Hát azért annyit pofázok. Meg ugye akkor is mondtam neked, hogy olyan pozitív kisugárzásod van, hogy hihetetlen. De én ilyen vagyok, tehát, hogy ezt szerintem nem lehet szívtál megjátszani. Szívtál energiát tőle? Nem tudom. Hát szívja tőle, ő úgyis föltöltődik. Én adok, de én veszek is. Tehát. Nem, én egyébként nagyon irigyel, hogy így beszél, tehát hogy ennyire így nyomja nekem. Meg látod, hát oda teszi magát, meg minden, meg csak váltott ő is, tehát 21 év után csak váltott. Mi van? Baj van? Mi a baj? Miért dumáltok? Felvétel van. A kis családom itt bejön a szobába, hát, és dumál. Beszélik, hogy... Nem, egyébként én ilyen vagyok mindig. Tehát, hogy amikor reggel kinyílik a szemed. Én megiszom a kávémat, és akkor utána, bár mindig ezzel röhögnek, hogy én felkelek, és akkor mehet,
induljunk neki, és legyen ez is egy jó nap. Az a borzalmas, amikor a telefonomon jön valami olyan hír, amit én nem szerettem volna, és rossz az idő, esik az eső, nem baj, valahogy összeszedem magam. De biztos jó lesz. Délelőtt 10 órára már általában rendben vagyok, mert hogy én inkább ilyen éjszakai bagoly vagyok, én éjszakai élek, én akkor pörgök, de egész nap is, csak amikor az elememben vagyok, ha elmennénk bulizni, Hát mondjuk Patkós Attilát kirángatni, mostanság bulizni azért az egyszerű dolog, Judit? Nem. Maradjunk itt valami. Őszintén, én se járok bulizni. Azt ezt most így zárójelben megjegyzem, bár volt egy idő, amikor meg otthon se bírtam volna ülni, de mostanában már így. Egyszer-kétszer az íróasztalomnál nézem a számítógépemet, rockstárrá iszom magam, utána fölállok a basszusgitárom az ágyunkra, és elképzelem magam előtt a 20 000 ember. Tényleg? És így mutatom óriási. Neki. Jó vagyok. Hallgatom. És már ezt is elmondtam ezerszer, anyukája itt volt, és véletlen benyitott a szobába. Kisom, gyere már kislányom, nézd meg, mit csinál, Patika. Valami bajom van. Meg ott tudod. Tudod, és nem hallatszódik semmi, hogy fülesbe hallgatom a zenét. Na jó, ilyen velem nem fordulhat elő, mert én, ha énekelek, akkor ott vagy az van, hogy munka, vagy a stúdió, vagy énekelni. Én például nem szoktam csak úgy, hogy én most így... Én magadtól. Nem, ez nagyon-nagyon ritka. Tényleg nem, tehát... Most így gondolkodnom kéne. Hát jó, mert mondjuk, mert te tudsz énekelni, én meg nem, de... Figyelj, valamilyen szinten, biztos van, aki jobban énekel tőlem, biztos valaki rosszabbul, de úgy, hogy én csak na, én látod. Tudom. Az eredeti mindig többet ér, mint a másik. Ezzel zárjuk be a mai beszélgetésre. Beti, köszönjük, és tényleg gyertek, komolyan, őszintén mondom. Köszönjük, jövünk. Gyertek, és akkor elmegyünk stúdióba, elmegyünk ide-oda, okay. Oda, mindenhova. Megdumcsíztuk. Sőt, hogyha mázitok van, akkor egy-két parkba, például a Bryan Parkban, mi belefutottunk koncertekbe, hogy le voltunk döbbenve. De jó, tényleg. Akkor egyszer sétálgatunk arra a drágámmal, és látjuk, hogy ilyen nagyon sok ember, hogy mi a franc ez, és látjuk, hogy ki van írva az egyik nagy márkának a neve, hogy mi ez. És addig-addig csűrtük, csavartuk a dolgot, hogy kis járda részen itt mentünk, ott mentünk, hogy azt vettük észre, hogy két ember tömeg között megyünk, és nem tapsoltak, de mindenki így fotózott, mert nézett bennünket. És képzeltek el, hogy a Nadalnak volt a termék tenisz. Bemutatója, fölépítettek a Bryan Parkba egy teniszpályát, és ott ütögetett egy párat valakivel, és ezt a márkát reklámozták, és ő ott jött be. És azt hitték ránk, ugye itt is a latinó dolog, hogy biztos én valakijel lehetek. Te vagy a Nadal tesója. És akkor fogom a kezét a kisfőn, sétálom, te mondom, ez nagyon gyanús, hallod itt. És a nagy bodyguardok, tudod, a nagy üző 2,5 méter, és ott álltunk, hogy go. És akkor mi mentünk tovább, érted, hogy go. Tényleg? Hát akkor go. Óriási. És az lett volna a nagy szám, hogy a Nadal ott van, odaérünk hozzá, hogy nagy csátesó, mi újság. És akkor elkezd spanyolul nekem gladyogni, én meg tökre nem vágom, hogy és visszaválaszoltál volna magyarul. Kösz, én is jó vagyok, tesó, mi újság van? Hát ez már, ha jó sztori, tetszik. Ez. Na ilyen, látjátok, Amerikában bármi előfordul, bármi megtörténhet. Itt bármi megtörténhet. Jó, azért még meséld a kibáró sztorit. Azt majd adáson kívül már annyiszor elmeséltem. Köszönjük szépen, hogy a mai napon is itt voltatok. Betétnek is köszönjük. Sziasztok! Betinek, és várjuk a nagy slágereket, megosztjuk a YouTube-on is benneteket, és hát minden jót kívánok. Sziasztok!